A várakozásoknak megfelelően szoros meccshez vívott egymással az NB1B két élcsapata. Az első negyedet 2 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 7 ponttal a nyíregyháziaké lett. A folytatásban többnyire a vendégek vezettek, 67-73-nál eldőlni látszott a meccs, azonban a TF pillanatok alatt fordítani tudott. A cápák azonban visszavették a vezetést, és a végül 25 pontig jutó Nagy Krisztián, valamint a 22 pontot szerző Stojanovics vezérletével megszerezték 16. bajnoki győzelmüket. Végig nehéz mérkőzés volt. Igazából az utolsó 1 percbe dőlt el a mérkőzés, hála Istennek a javunkra. Felkészült volt a TF, illetve mi is felkészültünk belőlük. Ez látszott is a pályán, hogy az elején nem nagyon bírtunk egymással. Egy pár ponttal vezettek ők, aztán mi. De úgy gondolom, hogy a fizikális felkészültségünk nekünk jobb volt, és talán ezzel sikerült megnyerni a mérkőzést. A győzelemhez kellett a jó tripladobó százalék is. A vendégek 24 kísérletből 12-3 pontos kosarat szereztek. Szuzán Stojanovics és Nagy Krisztián egyaránt 5-ször talált be a 3 pontos vonalon túlról. Sokat készültünk erre, hogy a kinti dobásainknak nagy hangsúlya lesz. Több dobóedzés is volt a múlt héten. Ezekkel készültünk rá, illetve nagyon örülök, hogy a Szuzsának is és nekem is jó formán volt, és jó százalékkal dobtunk. Az NB1B piros csoportjának élén az oroszlány áll 20 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve a 18-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet. A harmadik nyíregyháza Blue Sharks és a negyedik tehetséges fiatalok 16 győzelem mellett 8 vereséget számlálnak. A két cápák pénteken a Miskolc csapatát fogadják a Continental Arénában.